Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a középhaladó elvonuláson. Örömmel hallgattam Zsófi kitűnő bevezetőjét, és ugye elmerengtem azon, hogy mi emberek vajon tudunk-e a mélypontjainktól, a szenvedéseinktől függetlenül tanulni. És eddig úgy tűnik, hogy nem. A kérdés az, hogy mennyi kell. Hogy csak a magadékel, vagy másoké is? Ezek azért elég súlyos változók. tudsz e mások mélypontjaiból tanulni, vagy-e eléggé együttérző ahhoz, hogy mások karmája megérintsen? Rájössz -e ebből arra, hogy ez az élet miről szól. Megtalálod -e az utadat anélkül, hogy néha a szakadékba esnél, vagy a tófenekére merülnél, vagy felrepülnél a nap közelbe, ahol megolvad a viasz a szárnyaidon, és utána lezuhansz. És úgy tűnik, hogy az ember, aki állítólag egy boldogságkereső és szenvedés kerülő lény, nem képes enélkül tanulni. A buddha ezt nagyon szépen szemléltette, amikor a tanítványok csoportjait egy kicsikét vázolta. Azt mondta, Nézd meg a lovat és a lovast. Milyen a kölcsönhatás kettőjük közt. Van olyan ló, aki annyira érzékeny, hogy a lovas gondolatára már fordul. Van olyan ló, amelynek csak egy kis csípő vagy szommozdulat kell. Van olyan ló, amelyiket egy picikét így meg kell érinteni ezzel a pálcával, a lovas pálcával. Van olyan ló, amelyiket nagyon erősen kell ösztökélni. És aztán vannak azok a lovak, amelyek régen, amikor még sarkantyúztak, csak a sarkantyúra hallgattak. És aztán vannak azok a lovak, amelyek nem változtatnak irányt azelőtt, sem hogy erősen véreznének. Melyik ló vagy? Mennyire hallgatsz a lóvasra? Mennyire ismered föl, hogy az életedért felelős vagy, és szabadságod mértékében tudsz felelősséget vállalni? Nem tudom feltűnte, hogy az emberek nem csak a boldogságot, hanem a szabadságot is keresik, de amikor mondjuk megkapnák, akkor gyorsan eldobják, feltéve, hogy nem valami álságos, lecukrozott ideológiával találkoznak, hanem tényleges szabadsága. Tehát a szabadságtól azért irtózunk, amikor a valódival találkozunk, mert annak a másik oldalán ott van a felelősség. És ez pedig belelátás abba, amit eddig nem láttunk. Az okozatiságnak, a karmának egy olyan működésébe, a törvénybe, amit ha tudunk, akkor egyrészt felszabadít, másrészt terhet ró ránk a felelősség által, amit eddig nem akartunk. És kiderül, hogy amíg nem válasz felelősséget az életedért, addig szabad sem leszel addig nem veheted fel azt az irányt, amiben tényleg szeretnél menni, mert a saját félelmeid, a saját illúzióid rabul tartanak. A felébredés tehát akár darabonként, lassanként következik be, akár pedig úgy egy nagy, hatalmas szatoriként, ez másodlagos. Mindenképpen arról van szó, hogy látod, amit eddig nem láttál. De a megtartása, az úton maradás, az már egy sokkal nehezebb feladat. Szungszán zenmester nagyon gyakran mondta, amikor erről kérdezték, hogy Getting Enlightenment, very easy. Keep Enlightenment, very difficult. Very difficult. Tehát a megvilágosodást elérni nagyon könnyű, megtartani nagyon-nagyon nehéz. És ezért gyakorlunk teljesen függetlenül attól, hogy a világnak mi a véleménye. A világot látni kell, az embereket tapasztalni kell, a helyes kapcsolatot érdemes fölvenni, és ha tudsz, segíts. Ez a helyes hozzáállás. De amikor egy nem gyakorló környezet azt mondja, hogy jaj, hát te miért billensz ki, neked miért van mélypontod, te miért vagy éppen ilyen, mikor te zen gyakorló vagy, akkor így, egy lépés lépje hátra nyugodtan és mosolyog, hogy ugyan ők tényleg nem tudják, hogy miről van szó, de nagyon szeretnék tudni. Ez a gyakorlat előszobája. Amikor egy nem gyakorló véleményt mond egy gyakorlóra, az nagyon aranyos. És jó van, mondjad csak. Mondj, mondjad, még mondjad. Annyira szeretlek, mondjad. Mondjad, nem érted? Tehát hallod, amit mondasz, hogy a zen gyakorlatról beszélsz, amit nem csinálsz és nem ismersz? De egyébként mondjad. <laughs> Nagyon jó. Mert hogyha mondod, akkor egy idő után teszed is. Itt, kicsiny hazánkban ennek a szavatosság ideje meglehetősen hosszú. Tehát elképesztően sokat tudunk beszélni róla, úgyhogy nem csináljuk. És minél többet beszélünk róla, egy idő után annál kevésbé fogjuk csinálni, mert behelyettesítjük a gondolatokat a valóság helyére. És ekkor elkezdünk olyan illúziókra építeni, amelyek logikusnak, mások által hihetőnek, magad által szerethetőnek tűnnek, de pont válsághelyzetben nem tartanak meg. Tehát pont a mély válságban mutatkozik meg, hogy te valójában ki vagy. Milyen törvényt követsz? Az univerzum törvényét, vagy pedig valami tákolmányt, amiről szeretnéd, hogy igaz legyen, de mégsem az. Úgyhogy az útonjárás azt jelenti, hogy fölébredünk erre az igazságra, ha kellemes, ha kellemetlen. És ez az, ahol az infantilis csak ilyen kis érzékszervi örömre, meg pozitív visszacsatolásra, az állandó megerősítése törekvő elme az elmarad. Vagy te nem maradsz az úton, mert nem igazolják vissza, nehéz, szembekerülsz a korábbi véleményeiddel, szembekerülsz másokkal. És ez semmi mástól nem adódik, csak ahogy megfordult benned valami. Tehát nem csak Saulus fordult meg a damaszkuszi úton, Ugye a bevezető végén egy okos agárnak a történetét elmondom, úgy hitták, hogy Bölcs Mary. És az agár versenyekről hallhattatok, néha esetleg látjátok is, az arról szól, hogy ott van ez a gyönyörű, hatalmas pálya, képzeljen egy ilyen ügettőt, ahol csak kutyák vannak, és a műnyúl egy ilyen drótpályán előttük van. És ők arra vannak idomítva, hogy ezt kell követni, és minél gyorsabban szaladnak, annál jobb. Megy a műnyúl körbe-körbe, és ez mindig gyorsabb, mint az első kutya. Úgy működik a rendszer. Soha nem lehet utalérni. De közben kiderül, hogy melyik kutya a leggyorsabb. És egyszerre, amikor így az ajtók így tssz, így kinyíltak, és az agarak így rohantak, itt csak volt egy a sok közül, aki így megállt, így, és így körülnézett. És látta azt, amit eddig nem látott. Hogy az agártársaival együtt ő körbe-körbe-körbe futott. És átugrott a sövényen, keresztül rongyolt a pálya testén, át a következő bokra, és elkapta a műnyulat, mert nem a pályán futott, ahol a többiek, hanem szabálytalan volt. Valójában felismerte az egésznek a működését, elkapta a műnyulat, vége lett a versenynek, és a kutya többé nem versenyezhetett. Ennyi volt. Nehogy elrontsa úgy az illuzórikus játékot, aminek nagyon nagy tétje volt. Az agárversenyek ugyanolyan népszerűek, mint a lóverseny, és rengeteg pénz van benne. Ha valaki felismeri a rendszert, és nem úgy működik, az azonnal diszkvalifikálják. Na, kérem szépen, ez a szatva a társadalomban. Tehát a társadalom ég, rajasz, tűzben ég. És a tűz, ahogy azt a buddha mondja, a harag tüze, a vágy tüze, mindenféle égés azért, hogy te megkapd, amit akarsz. Most hány ilyen műnyúl van a társadalomban, amit mit követünk körbe-körbe? Jól trénírozva, jól idomítva, ugye? És nem jövünk rá egész addig, amíg ki nem nyíffanunk, hogy ez bizony illúzió volt, és hogyha átugrunk a sövényen kétszer, és átrohanunk keresztbe a pályán, akkor rájövünk, ha nem, akkor nem. Hogy ez nem nyúl, az mű nyúl. Azt nem lehet megenni, csak olyan szaga van, mert olyannal van bekenve. Meg olyan az alakja, ugye? És aki ezen átlát, az a társadalomban egy más helyet fog elfoglalni. A rajasz, a többség tüze, helyett a szatva, a levegő. Nem azt akarja, mint a többi, hanem mivel meghaladta, ezért másképp él. Nem szűnt meg agárnak lenni, de másképp viselkedik. Nem megy szembe a többi agárral. A többi agárnak ez deviancia, tehát ez így, ez így nem megy, tehát te hogy viselkedsz? Nem vagy hajlandó ugyanabban a tűzben égni, mint mi? Nem üldözöd a nyulat? Nem harcolsz érte? Hogy van ez? És a három gunából, vagy a három minőségből a harmadik az a tamasz. Az azt jelenti, hogy lefelé megy a sötétbe és ekkor, hogyha hasonlatban maradunk, hogy ez az agár megtámadná a társait, rombolna, vagy megtámadná a közönséget. Egyszerűen azért, mert a nyulat még nem ismerte meg, csak neki ez így nem kell, és nem meghaladja, hanem elpusztítja. Ezért a szatváknak a lakhelye, a kolostor és a templom, a ragyasznak a ház, néha a kórház, néha a színház, de valamilyen ház, és a tamasznak a börtön. És nézd meg a teljesen invers helyzetét a kolostornak, ide, ide nagyon nehéz bekerülni, szabályokat akarsz követni és itt lakni, tehát megteszed, és utána, amikor akarsz, távozol. A börtön olyan, hogy a közhiedelemmel ellentétben nagyon könnyű oda kerülni, a szabályokat nem akarod követni, de muszáj, különben fenyítenek, büntetnek, és nagyon nehéz onnan elmenni. Egy börtönben, modernő BVI-ben, azaz büntetés végrehajtási intézetben, ha túl hosszú ideig tartózkodik a fogvatartott, kriminalizálódik. Tehát profi elkövetővé tud válni ezért akkora a visszaesők aránya. Egy templomban a maradék karmádat is elveszíted. És ez azt jelenti, hogy te egy más úton, más lélekkel, sokkal tudatosabban mész tovább. Tehát a tiszta tudat fölfelé, illetve a még elsötétültebb tudat lefelé. Ez a választási lehetőség. Vagy megmaradsz a tűzben. Megmaradsz abban, hogy te éksz. Éksz a vágytól, a kapzsiságtól, a haragtól, a szeretem nem szeretemte. Úgyhogy előbb-utóbb döntést kell hoznunk, hogy a mélypontjainkból mit csinálunk. Vagy elindulunk fölfelé, vagy még mélyebbre megyünk. És ez a döntés, ez definiál minket. Nem az, hogy hogy öltözöl, meg milyen arckrémet raksz magadra, vagy milyen tetkód van, ez most nagyon divatos, hanem az, hogy milyen irányba mész tudatilag. Nos, ha ebben segíthetek, akkor szívesen várom a kérdéseiteket. Én elkaptam egy nyulat, amit említettél. Van egy szomorúság, amit nagyon pici korom óta és nincsen hozzá könnyem. Hogyan találok hozzá könnyet? Úgyhogy találsz valakit, akinek hasonló szomorúsága van. Ha egyedül képtelen vagy sírni, akkor majd együtt tudsz valakivel. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Még mindig sokat ellenőrzöm magamat, és nem tudom. Hogy, hogy hogy ne ellenőrizze magamat, hogy azt se, hogy nem ellenőrzöm magamat, azt is ellenőrizném talán. Nagyon jó. És... A kis okos így csinál. A nagy okos így csinál. A nem okos már nem így csinál. Tehát, nézd meg az ok és okozat működését, de ne ítélj magad fölött, ha hibázol, csak javítsd ki. Ez megtart téged ebben a primér valóságban, és nem ellenőrzöd az ellenőrzést, és utána ítéletet alkotsz az ellenőrzést ellenőrző fölött, utána sajnálkozol az ítéletalkotón, aki ítéletet mondott az ellenőrzést ellenőrző fölött, utána együttérzel a sajnálkozóval, aki sajnálkozik az ítéletalkotó fölött, aki ítéletet alkotott az ellenőrzést ellenőrző fölött. Vannak még ilyen angol nyelvű mondókák, ilyen kis memóriajátékok, tudod? Ez a tudat rétegződése. Most képzelj el egy fát, amelyik a gyűrűire bomlik szét. Csak azért, mert kétséges, hogy ő tölgyfa-e. Vagy esetleg nyír, vagy bükk, vagy gyertyán, esetleg kőr is. Tehát identitás zavarunkban néha szétfűzzük a tudatunkat, szétforgácsoljuk a jelenlétünket, mert a gondolatainkban akarjuk ezt az identitást megtalálni. Hát aki már akár csak egyszer volt interjún, az tudja, hogy az identitás nem a gondolataidban van. <laughs> Valahol sokkal egyszerűbben, tisztábban, mélyebben és jelenvalóban van. Oké? Okay? Úgyhogy mi helyt ellenőrzöl, nézd meg, hogy pontosan miért teszed ezt. Én szeretem, amikor ellenőrzöd a kávéfőző, a vízforraló, a padló, a kredenc, és a teáskészlet állapotát. Ez nagyon fontos. Tehát láss tisztán, hajt tisztán, cselekedj tisztán. De ne ellenőrizd magad, hogy most jó-e nekem az, hogy ellenőrzöm a csészék állapotát. Csak legyen tiszta. És előbb-utóbb ez a sok-sok felesleges gondolkodás, ami eddig ahhoz kellett, hogy például a bizonytalanságaidat kicsit középre hozd, az elmegy. Marad a gondolat, amikor kell. Mert észreveszed, hogy a gondolkodás valami nagyobbat szolgál, mint önmaga. Te valami nagyobbat szolgálsz, mint önmagad. És ekkor a felesleges gondolkodás, egyszerűen elmegy, onnan veszed észre, hogy rengeteg energiád lesz. Okay? Köszönöm a válaszodban a következő kérdésem. Benne van egy picit, hogy ahogy amikor hibázom,. Akkor eléggé rosszul szoktam érezni magamat, annyira megváltozik a hangulatom, hogy olyan, mintha bántanám magamat. Hogy, hogy mit. Énekelni kell ilyenkor. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek. Kinek elvették a játékát? Tehát ez az illúzióvesztés. Ezt nagyon jól mondod. És amikor az ember szomorkás, akkor látja azt, hogy ezzel az érzelmi reakcióval sem segíti a hiba kiavítását, viszont ez a nagy szomorúság, nem kicsi, ami az enyém, a nagy szomorúság az együttérzés kapuja. Amikor a nagy hibát látod, amit mondjuk az emberiség elkövet ezen a bolygón, így tucatjával, akkor ez a nagy szomorúság. A kis szomorúság az, hogy nem tudod megbocsátani magadnak, hogy kiöntötted a vizet, és föl kell törölni. Föl kell törölni, de egy teljesen felesleges bűntudatot gyártani magadban, mert attól nem lesz szárazabb a padló, attól lesz szárazabb, hogy föl törlöd. Itt kétféle szélsőség van. Az egyik a hibával való azonosulás. Ez olyan, mint amikor letakarod a szemedet, és a tenyeredre csak a hiba van festve, és csak azt látod. Ekkor is képtelenség kiavítani, mert nem látsz. A másik, amikor a horizont mögé elküldöd a hibát, akkor meg azért nem látod, ez az önfelmentés. Én? Hát ez az én nem is létezik. Hát akkor én hogyan követhettem el bármilyen hibát, amikor ez az én nem létezik? Ja, hogy ez a kezem volt. Meg a szám. Tehát nekem nincs is kezem, és nincs is szám. De mégis megszülettem, és testben vagyok. Na, ez a teoretikus buddhizmus halála, amit most mondtam, ez a kis tépelődés itt intellektuálisan, ugye? Hogy én létezem, vagy nem létezem. A Buddha erről nagyon világosan beszél. Tehát, hogy többféle téves nézet van ánanda, amelynek dzsungelébe bele lehet kavarodni, és onnan nehéz a kiút. Például, létezem én, vagy nem létezem? Léteznek-e önmaguktól az Istenek, vagy csak azért, mert hiszünk bennük? Mi lesz a Buthával a távozása után? A tusita mennyországban lesz, vagy pedig újra születik? Ha újra születik, hogyan és hol, mikor nincs karmája? Érted? Ez már akkor is tele volt a világ és most is, most még több, mert enter gomb és szaporodik, tudod? Tehát semmi más dolgod nincs, ez egy önellenőrzés nélkül, de tisztán látva, ha kell a hibát javítva, mész előre. Itt az igazi kérdés, ami nem önfelmentés, de a hibától való helyes megszabadulás, az az, hogy miben segíthetek. Ez magic. Tehát ez egy annyira jó kérdés, hogy nagyon jó kérdés. Jó? Az utolsó. Az, igen, igen, most már tudom ezt. Múlt nyáron találkoztam egy lányjal, aki nagyon mentálisan sérült, nem tud beszélni, és nem tudom, hogy, hogy tudok-e érte énekelni, vagy hogy kórháztól ugye nem adják meg így a infóját, szóval itt pont nem tudok neki segíteni. Tudsz. Tudsz, de nem úgy, hogy rágondolsz tudat alatt tudsz neki segíteni, úgyhogy gyakorolsz. Nekem egy ilyen döbbenetes tapasztaláson volt, hogy Koreában az első pár 90 naposon ugye mindenki új, ott az a nemzetközi mezőny pár szenior szerzetest és tanított kivéve új volt, és tényleg betartottuk a szabályokat és nem leveleztünk, mobil se volt még akkor, legalábbis nekünk nem. Én akkor ültem ezeket a 90 naposokat, amikor itthon ilyen ódaltáskával, ilyen vesztellen rohangáltak még a bizniszmenek, ugye? És ilyen 80-as vagy 90-es hívószám volt, és 3 kiló volt a 300 ezer forint. Tehát baromi nagy változás volt azóta. abban az időben a koreai metrón mindenki újságot olvasott. És a 90-es évek végén kezdett el nagyon elterjedni a mobil. És az volt a döbbenet, hogy te csak gyakorolsz, de mire a 90. napnak vége, addigra pont azok a levelek vannak a zsákban, amik arról szólnak, hogy a problémák megoldódtak odakint. Mert te gyakoroltál. Ezt a probléma nem tudja, te tudod. De látszólag el voltál zárva a külvilágtól, ami nem igaz, mert tudatilag sose vagy elzárva az univerzumtól, az éned az egyetlen határ. És amikor már e-mail volt, és megnéztük, a 90 napos után ugyanez az inbox tele volt azzal, hogy a megoldhatatlannak tűnő problémák egyszer csak megoldottak, és nem azért, mert pusztán eltelt három hónap. Az idő telése önmagában nem megoldás a helyes gyakorlat, ami oldja a karmát, az megoldás. Tehát nem ismered a lányt, nem kell. Szedd össze magad, mert helyetted senki nem gyakorol. És ahogy a te tudatállapotod javul, ha tényleg szoros karmátok van, javul az övé is. Ezt ő akkor tudja tudatosítani és tartósítani, ha ő is elkezd gyakorolni, ez pedig nem a te dolgod, ez az övé. Én most tapasztaltam először ezt, úgyhogy azért is kérdezem meg. Ö, ennyit nem gyakoroltam ö, egy húzamba egyszerre. Ö, fáj a testem, mindenhol, össze-vissza. A füled is? Néha az is igen, cseng a fülem. A, aha. Okay. Ö, és képzeld el, hogy az jutott eszembe így a, a, a gyakorlás után, hogy van-e az a pont, amikor már nem bírom tovább, és hogyha otthon vagyok, kiszállok belőle, vagy eljön az a pont, amikor nem a gyakorlásra figyelek, hanem csak arra, hogy fáj, 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 fáj. Ha arra figyelsz, hogy fáj, 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 akkor előbb-utóbb gyakorolni is fogsz. Tehát nem kell ezt leválasztani róla. Hát azt tudjuk, hogy ez nem egy wellness center de nem is arról szó, hogy csak fáj. Előbb-utóbb meglátod, hogy honnan jön az a fájdalom, és meg is tudod szüntetni, de nem úgy, hogy a felszínen elnyomod, hanem úgy, hogy gyökerestül kiszeded. Köszönöm. És az, hogy a test fáj, örülj neki, hogy csak az fáj. Amikor a lélek fáj, az sokkal nehezebb. Előbb-utóbb odáig is eljutunk, mert a, az ülés, az most még kényelmetlen, meg nem szoktál hozzá, meg izom, inszalak, porc, minden ottan rúgja magát. De ez előbb-utóbb elmúlik, hogyha valaki egy 90 napost elkezd, két hét. Két hét úgy, hogy megfelelő módon gyakorol, és ezek a fájdalmak nagy részt elmúlnak. Igen, megdöbbentett az, amikor egy szerzetes társam, egy lengyelországi 90 naposról hazajött 1991-ben, és én addig csak kettő darab egy hétvégés elvonulást csináltam, és majd szétszakadtam. És a, tényleg a fénylő arcára ránézem, mondom, te ezt hogy bírod 90 napig, amikor nekem három is sok? Azt mondja, figyelj, egy max. két hét után semmit nem érzel ebben. Viszont elkezd a karmát belül megmutatkozni, és a lélek fájdalmát azt nem lehet nyújtózkodással meg sétával elmulasztani. És ezen is keresztül kell mennünk azért, hogy láss, hogy valójában miből vagy összerakva. Valójában hogy működsz. Valójában mi a törvény, a darma, hogy hogy működünk mi, és hogy működik a világ. Ez sokkal fájdalmasabb, mint az, hogy igen, föl kell venni egy jobb térdet, mert megint majdnem leszakadt a tért kalácsom. Ezzel el lehet szórakozni egy darabig, aztán ez elmúlik. Aztán jön a tényleges gyakorlat. Köszönöm. Szívesen. Egyébként is? Én úgy érzem, hogy egy ilyen sarkantyús lovas uh, voltam, és uh, megelégeltem, és uh, hát annyit sikerült, hogy kirúgtam magammal alól a gyeplőt, viszont uh, most így nyitva van, hogy hogy tovább, és azt érzem, hogy ott vagyok a szakadék szélén, és ahogy így említetted, hogy most vagy a repülés jön, vagy a zuhanás, szeretnék ma a fölfelé vezető utat választani Én szeretném, is. hogyha visszafele jönnél a szakadék szélére. Te fölfelé se akar menni, meg lefelé se. Uh -huh. Tehát itt az van, hogy a gyakorlás maga néha kétségbejtően itt tűnik ragasztani téged, minket a hétköznapokban. Úgy látszik, hogy nem változik semmi. Ez a legjobb, ami kívülről lehet. Tehát, ha repülni akarsz ebben az állapotban, akkor lezuhansz. Ha le akarsz zuhanni, akkor is lezuhansz. Egy japán közmondás így mondja. Ha bemész a dzsungelba és találkozol a tigrissel, akkor sok mindent tehetsz, de ha hagyod, hogy a tigris megegyen, tigrissé változó. Hogyha te megölöd a tigrist, akkor is tigrissé változó. És érezzük, hogy eltérő módon változunk tigrissé mind a két esetben, de akkor is elképesztően szoros a karma. Tehát a le és a föl, az ebben az esetben hiba. Középen maradni és visszahúzódni a szakadék széléről, az, az eseménytelen, unalmas, de bölcs dolog. És ez azért fontos, mert az ember a szakadék szélén jön rá, hogy mekkora tér van előtte. A szélsőséges tapasztalatokból elképesztő energiákat tudunk nyerni, és ezért is szomjazzuk ezeket, ezért vállalunk kockázatot például, ezért szeretjük az izgalmakat. Ezért szeretjük azt, hogyha valami elképesztően intenzív tapasztalás tapasztalása pillanatban elveszi a gondolkodásunkat, néha a tisztánlátásunkat is. Ezért ne akarj fölfelé repülni, mert beleesnél ebbe. Hanem nem mozdulj. És hogyha nem mozdulsz, nem viszed a lovat sem erre, egyszer csak a szakadék elkezd betömődni. Ha nem hozol létre olyan szélsőséget, amelynek a tapasztalatából te Valamit bizonyítani akarsz, valamilyen élményt akarsz, valamilyen énséget akarsz. Ez nagyon más, mint az az irány, amit a zen mutat. Ezért nem sikerorientált az irányzat. De nem is kudarcorientált. Nem önmegvalósító és nem önmegsemmisítő. Nagyon fontos. Állj meg egy helyben, és a szakadék eltűnik. Ezt a minden nap életben kérdezheted, hogy tegyem. Úgyhogy csak teszed. Éhes vagy, eszel. Szomjas vagy, iszol. Fáradt vagy, lepihensz. Dolgozni kell, dolgozol. Valaki más éhes, enni adsz neki. Szomjas, inni adsz neki. Ezek azok a cselekvések, amelyek nem mennek se föl, se le, de elképesztő erős centert hoznak létre. Csalódást okoztam? Igen. Örülök. Örülök, nagyon szívesen folytatom, de már egy más kérdezővel. Tessék, kinek van még kérdése? A mai halotti szertartáson elhangzott egy mondat, ami egész nap visszhangzott a fejemben. Ez pedig a következő volt, hogy amikor a megjelenés és az eltűnés megszűnik, akkor, eh, akkor lesz, abból lesz nyugalom, ami a boldogság. Ma a Parinirván a szútra, nagyon szépen idézted. Így van. A kérdésem az lenne, hogy amikor itt vagyunk, akkor ez a nyugalom egy viszonylag könnyebben elérhető számomra. Uh -huh. Viszont a hétköznapokban sokszor inkább a, a nyughatatlanság az, ami Tökéletes. Kör, körbevesz, de sokszor meg azt érzem, hogy az a hajtóerő, Tökéletes. hogy eljussak a nyugalomig, de ez nem mindig sikerül mi az eszköz. Elmondtad már kezedben van az eszköz. A nyughatatlanság az a hajtóerő a nyugalom felé. A nyugalom, főleg az itt elért nyugalom, pedig marketing. <laughs> Tehát látszik azt, hogy mennyire nehéz ezt egyedül megvalósítani, és mennyire könnyűnek tűnik ugye közösen. Semmi más dolgod nincs, mint néha bejönni szervízbe. Tehát annyira szerintem minden autótulajdonos, különösen a mai helyzetben úgy vigyáz a járművére, úgy figyeli a kilométer órát, hogy időben cserélje le az olajat, időben a szűrőket, jó üzemanyag legyen, már ha van, és meg tudja fizetni, hogy az a jármű rendben legyen. És mentálisan magunkkal ezt mi nem tudjuk elkövetni. Tessék bejönni a szervízbe. És a szervizben megmutatkozik, hogy nincs ezzel a járművel semmi baj, csak kint döcög, sáros lesz, elkezdenek csörögni a szelepek, olaj a stb. Az életet éljük, és ebben kapunk arcokat, elállítódik a futómű, megnő a kormány, hótjátéka, nem tudod merre menj. Úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Kint a nyughatatlanság, itt bent a nyugalom, aztán előbb-utóbb a nyughatatlanság intenzitása ezt a gyakorlatot is segíti, az itt elért nyugalom elkezdi vezérelni azt az energiát, ami kint szétrázott, és a szétrázottság a nyughatatlanság. Nagyon szeretjük a magas, de uralt energiaállapotokat. Csak ezt nagyon helytelen utakon szeretné az emberiség többsége elérni, mert a könnyebbiket választja. És a könnyebbik út nem jó út. Általában nagyon súlyos eszközökkel terhelt, nagyon súlyos következményei és maradványkarmája van. Innen látod, hogy úgy tűnt, hogy könnyű, de mégsem az. A nehéz az hogy jaj, hát én ezt nem tudom. Hát ezt így, hát főleg, hogy ezt itten behozták keletrű, hát ez nekem idegen, meg ez az éneklés, jaj, az ülés, hát én még soha még keresztbe tett lábba, hát hagyjanak engem békén, széken szoktam. Kiderül, hogy széken is lehet ülni, kiderül, hogy megvan az ének összes fordítása, némelyiket magyarul is elénekeljük, nincs kifogás. Tehát tessék szervizbe hozni magadat. És akkor kicsikét kisúvig itt a lélektükrét. És akkor minden rendben van, a nyughatatlanság is, meg a nyugalom is. Jó? Rendben, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ha az ember kimegy, akkor besározódik, ez abszolút igaz. De a kérdés az lenne, hogy meg lehet tartani odakint is a megvilágosodást, vagy mindig vissza kell hozzá vonulni? Szerintem a tiszta tudatot gyakorlat nélkül megtartani nem lehet. Még a legnagyobb mestertől is azt láttam, hogy belül mindig gyakorolt. Mindig. A 20. század négy élő buddhája közül hármat személyesen ismertem, kettőt nagyon jól, a harmadikat csak kétszer találkoztam. Ez legutóbbi, a mostani 14. Dalai Láma őszentsége Tenzing Jaco, Litvánia és Magyarország. Egy kis körben tartott a közösségvezetőknek előadást, és kezet fogtunk így vele, amikor bementünk, és tiszteletünket tettük. A második, a tiszteletre méltó Mahagó Sananda, sajnos már nincs testben, nincs köztünk, ő a kambodzsai buddhizmusnak volt a legfelsőbb pátriárkája, és Sung egy nagyon közeli darma barátja, több mint húsz békemenetet tartottak Kambodzsában, úgyhogy néha berepült a kézigránát közéjük, de nem robbant fel. Tehát így. És tanítóm volt a harmadik, Szungszenzen mester, és Magosan Andának a meditatív tartásán mindig látszott, hogy a centerből sohasem billen ki, úgyhogy nem tudja, hogy mi az, mert a téravádinok ezt nem így fogalmazzák, hogy tantien, meg nem mozduló tudat. Teljesen más a megfogalmazásrendszer, de ugyanaz az eredmény. És Szungszenzen mester állandóan nagy itt belül. Tehát olyan elképesztően tiszta és erős volt a tudat, hogy semmi nem tudott rárakódni, de mindennel szembe tudott kerülni. Olyat is láttam, hogy így elvonulás, és valaki ilyen orbitálisan hülye kérdést tett föl, úgyhogy tényleg az összes ilyen nem tudásból és a tisztánlátás hiányából eredő karmát igyekezett az zenmesterre zúdítani, és néztem, hogy ebből mi lesz. Az látszott, hogy Sun egy három másodperc alatt egy nagy itt elmormol, és azt mondta a kérdezőnek egy ilyen akkora együttérzés csomaggal, és szerintem a családnak is jutott, hogy tedd félre. Ennyi volt. Egy hatalmas, hosszú, ilyen tiráda, litánia, panaszgyűjtemény, minden, amit el tudsz képzelni, minden rossz volt. A világ rossz volt, a kutya rossz volt, a butha rossz volt, minden rossz volt, mert éppen ő rosszul érezte magát. És és látod azt, hogy belül, és így gyakorlatilag ott volt a tűzfal, teljes kapcsolat, de semmiféle érzelmi érintettség nem jött létre, kérdés befejezve, tett félre. egy volt. És a negyedik, akivel sajnos nem találkoztam, Thich Nhat Han, ő nemrég pár évvel ezelőtt hunyt el, ő, tehát így ők négyen a 20. század négy élő buthája, ők ezt így megkapták ezt a címet. És olyat nem láttam, hogy ne folyamatosan gyakoroljanak. Azt is viszont, hogy ezen teljesen pilótán megy az egész. Annyit gyakoroltak már formálisan, hogy funkcionálisan a tudatban ez autonóm lett. Tehát ezt onnan veszed észre, amikor álmodsz, és álmodban bekapcsol a mantrád. Akkor már a tudat eléggé átvanítatva, mert nem csak a karmája vezérli. Kulcshelyzetben egyéni, páros, családi és csoportos karma esetén egyaránt bekapcsol valami, amitől te nem leszel egy dualisztikus dúvad, egy ítéletalkotó démon, aki éppen az előtte lévőt meg akarja semmisíteni, mert nem értettek vele egyet, és az egoitását nem igazolták vissza. másból hozod a döntést. Nem az elmédben. Úgyhogy gyakorlás nélkül ez nem megy. Sehol. Senkinek. Nem láttam. Ezzel nincsen baj a gyakorlásról Hát érkel. megkönnyebb ültem, te, mert hogyha baj lett volna, akkor tényleg rossz helyen vagy. Igen, mondja? Hát de akkor is, hogyha az ember kimegy a ha az ember kimegy úgymond a hm, a világba, akkor azért csak besározódik. Na ne! Itt meg levakarja. Hát akkor nincs ezzel baj. Hát miből élnénk, hogyha a világ nem sározna be? Hát gondol el, olyan munkanéküli lennék, mint a Sitz. De most Nincs az a sárvakaró itt, az a, az a darmikus izé, vas, amivel elég mélyen le lehetne szedni azt, amivel az emberek bejönnek. Tehát olyan pillanatokat az elmére rakódik a hamis azonosulásnak a sarogy, ez valami hihetetlen. Lesz munka, kedves bóti szatvák, lesz munka. Csak jussunk e odáig, hogy már mások kelljen a magunkról, nem? Abunkról, nem? Mm. Ne akart másokkal mások még ha tudnád, akkor sem. Nem tetetted oda. Viszont megmutathatod, hogy itt van a vakaró barátom. Leszeretnéd szedni magadról a kis sarat, amiben te hemperegtél meg? Mi történik, ha leszeded róla? Csak azért, mert együttérző voltál. Két dolog. Ellenet fordul, mert változtattál rajta. Hát, ő még azonosul a sárral, akkor rajta változtattál, pedig csak a sár jött le. És a másik, dacbó kimegy és még jobban meghempereg. Csak azért, hogy bizonyítson. Hát akkor te ne vekarjál senkiről semmit. Csak mondja, ja, most már látod, hogy sáros vagy. Itt van a vas. Kezdjed el vakarni, ha akarod, de ha nem, akkor ott a következő pocsaja, mehetsz és emperekhetsz benne. Nyugodtan. Csak aztán közel ne gyere. Ne hidd azt, hogy attól, hogy te meghemperegsz, mások ettől be akarnak sározódni, annyira rajonganak, érted? Ez a, ez a felnőtt változat. Jó. Egyéb kérdés? Kicsit megkérhetlek, hogy beszélj erről az előbb említett Sungsan mesterrel lévő történetről, arról a tűzfalról, hogy az hogyan is működik, és miből áll. Megkérhetsz. Akkor megkérlek. Hallod a madarak csicsergését? Igen. Ők akkor elmondták. Látom nem elég, úgyhogy egy kis ne. tökéletlen humán magyarázatot muszáj vagyok hozzáfűzni. Köszönöm. Uh, amikor a mantra praxisról hallasz, legalábbis a mi stílusunkban, három alapvető jellemvonását, tulajdonságát domborítjuk ki, az egyik a jel és a zaj megkülönböztetése. Tehát, hogyha káosz van az elmében, és rágyújtasz egy mantrára belül, előbb-utóbb kiderül, hogy a sok-sok impulzusból belülről és kívülről mi a zaj, mi az, amit nyugodtan figyelmen kívül hagyhatsz, és mi a jel, amivel viszont foglalkozni kell, mert ha nem, akkor ez a pillanat törik vele együtt te is, vagy mások is. A másik funkciója az a tudat önvédelme a saját vagy mások elméjének a dualisztikus hatásaitól. Hát az önvédelemre azért van szükség, hogy hamis azonosulás ne alakuljon ki. Tehát, hogyha nagyon erős, dualisztikus viszonyba kerülsz bárkivel, minél erősebbek a szélsőségek, akár szeretet, szerelem, vagy gyűlölet, pusztítás vagy, annál erősebben kötődsz hozzá. És ekkor a dharma úgy működik, hogy a mantrával te középen tartod magad, és a szélsőséges megnyilvánulásoktól még belül is tartózkodsz, nemhogy kívül. A harmadik pedig egy spirituális hierarchia megszületése a hitrendszeren keresztül. Tehát amit te tapasztalsz, mint tiszta tudat, az lesz a totemoszlop csúcsán és ezt tartod fönn azzal a gyakorlattal, amelyen meg is szerezted. A továbbadása is, hogyha valaki ide eljut, ezzel történik. Egy hagyomány akkor hiteles, hogyha ugyanazzal az eszközrendszerrel szerzi meg, tartja meg és adja tovább azt a minőséget, amiről beszél, amit tanít. Értjük? És ilyenkor, a tudat az semmi más nem csinál, hanem úgy viselkedik, mint egy tükör, amit föl lehet fűteni, és a rárakodott foltokat először leolvasztja magáról, utána a közelítő foltokat már egy erőtérben tartja, és nem engedi rátapadni, de jól látja. Jól látod. Ez a szembenállás konfliktus nélkül. Tehát nem döntöd el, hogy barát vagy ellenség, csak szembenézel vele. És egy idő után pedig a tudat annyira tiszta és annyira erős, hogy már a szembejövő jelenségek is uh, teljesen a maguk ilyenségében vagy tisztaságában jelennek meg, és nem tudnak polarizálódni. Tehát úgy látod, ahogy van. Tehát ezt a történetet, amit idéztem, ez azért maradt meg, mert az annyira középen volt, ez annyira nem ment semmilyen szélsőség felé. A nagymester annyira nem mondott ítéletet a tanítvány fölött, holott ilyen orbitális hülyeséget zúdított rá a jelölt. Olyan éles kontrasztban volt a kérdező tudata és a válaszodó tudata, hogy ezért maradt meg. És minél inkább középen maradsz, letükrözöd és ítéletmentesen viszonyulsz, annál korrektebb tudsz lenni. És amikor ezt a jelölt meghallotta, és felébredt a saját indulatgőzéből, akkor egyszerűen csak meghajolt, de nem tudott szólni. Csak, csak, így meghajolt, és, és így, így, elkezdett, látszott, hogy a lélegzeténben ugye, valami, valami felszakadt. És, és, semmi több. Semmi több. Semmi teatralitás, semmi szősőség, csak volt egy megszabadulás pillanat, amikor az együttérzés átégette ezt a karma falat, és az a mondat, hogy tett félre, az nem inzultus volt, hanem a megszabadulásnak egy pontja. Úgyhogy ehhez kell nagyon sok gyakorlat, hogy egyrészt ezt érezd, másrészt elviseld, harmadrészt, ha az a dolgod, akkor tanítsd. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Nekem a koan fájt a lelkem nagyon és utána ez átcsapott egy nagyon erős félelembe, hogy ilyenkor mit tudok tenni, mert ez nagyon kegyetlen volt számomra. Ilyenkor ránézel azzal a kérdéssel, hogy mi ez, honnan jön. Hogyha a látottak nagyon-nagyon erősen megviselnek belül, akkor még nem vagy eléggé középen ahhoz, hogy mozdulatlan tudattal a látványt, a belső érzékelést elviseld. De ez a gyakorlat arról szól, hogy a tantien megerősödésével a belső látás is töretlen lesz. Tehát elviseled azt, amit látsz, és nem menekülsz el előle, nem zuhansz bele, semmiféle duális vagy szélsőséges reakciód nem lesz. És ezt az okozatiságot, amit ott szépen egy mozdulattal fel lehetett fedni, ezt nem fogod átadni a gyermekeidnek. Tehát egy karmában nem csak az az erős, hogy téged hogy érint, hanem hogy hogy érintette a szüleidet, és hogy érinti a leszármazottaidat. Ezt hívjuk transzgenerációs karmának. Ennek az uralása már nem pusztán egyéni felelősség ez több generációért viselt felelősség. rajtam keresztül ez már nem menjen tovább. És a mi ez honnan jön, az a kezdet, az egy olyan mozdulat, aminek általában leborulás és mantra praxis tudja megadni a végét, hogy egyszerűen a karmának az indítéka, az a gyökérzet, ami a tudat talajában van, az kijön onnan. Ezt a gyökérzetet háromféle nedvel lehet megnedvesíteni. Vér, veríték és könnyek. És hogyha csak veríték, azaz befektetett munka és gyakorlat, és valamennyi könny, amikor katarzis van, megtisztulás van, akkor helyesen cselekedtél. Ha meg akarjuk spórolni a verítéket, és megtagadjuk a könnyeket, akkor erőszak van, akkor vér van. Magunk felé, vagy mások felé, de az erőszak kijön, mert az erőt nem a megfelelő helyre tettük az elvégzett munkába, és nem mertünk őszinték lenni magunkkal, hogy ezzel a karmával akkor sem vagyunk azonosak, hogyha minket ez teljesen beborít és érint, és, és azt érzem, hogy, hogy csak ebből vagyok összerakva, és kiderül, hogy nem. Ezt visszük. A teremtettségünkben visszük és mihelyt a teremtő pozíciónkat visszaszereztük belőle a látás által, a nem azonosulás által, abban a pillanatban le tudjuk tenni, és kiderült, hogy soha, de soha nem voltunk azonosak vele. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy meghatározta az életünket. Úgyhogy ezért része a fájdalom, a szenvedés a praxisnak. De nem pusztán abból áll, és ez nem cél, ez egy mellékjelenség. És azt gondolom, hogy ha tovább teszed bele a verejtéket, és elviseled a könnyeket, akkor tényleg meg tudsz szabadulni tőle, és nem adod tovább a gyermekeidnek. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Mesélsz a száznapos gyakorlataidról, vagy ez hogy működik? Mesélek, nem de nem a imról, hanem a gyakorlatról. Óriási különbség van, ugyanis mint minden egyes elvonuláson, de hangsúlyozottan az egyénieken és a szerintem leghosszabb egyénén, amit vállalni érdemes, három alapszabály van. Az egyik, hogy az adott időpontban kezded, és az adott időpontban fejezed be, nem előbb, nem később. Ez már az akarat edzése az előtt, hogy elkezdted volna, és tudod, hogyha befejezed, akkor csak úgy fejezheted be jól, hogyha kitöltöd az idejét. A másik, hogy amikor csinálod az elvonulást, akkor minden, ami történik, az a hegyen marad. Semmit nem hozol le. Sem azt, amit egy nagyon jó napon látsz, hogy te mit értél el, vagy milyen tiszta tudatú lettél, sem pedig azt, amikor egy nagyon rossz napon darabokra törik az időrended, hétszer buksz, nyolcszor állsz föl, és a pokolba kívánod a napot, amikor találkoztál a darmával, amikor a tanítód a legrosszabb ember a világon, mert megcsalt, mert megvezetett. És ide juttatott föl a hegyre, ahova te fölmentél, és most éppen kudarcot készülsz vallani. Tehát a második szabály az, hogy ami a hegyen történik, az fölmarad a hegyen, és nem hozod le. És a harmadik, hogy nem hiszed azt, hogy más valakivel váltál, mint előtte. Bizony, itt a legnagyobb. Ez. Mindenki. Hú, hát én ahogy fölmentem, meg ahogy lejöttem, meg az az én, meg az az én telenség. Ugye, észrevettem, hogy én vagyok az egyedüli szerény ember a világon. Csak én. Én az éntelen, ugye. Rájöttem. Na, ezek a legveszélyesebb önképek. És van olyan helyzet, van olyan tanító, ahol ezt még visszaigazolják legalább részben. Jól van, jól csináltad, jó kisbutista vagy. Úgy csináld meg még egyszer. Na, nem És... Amikor ezt a hármat betartod, akkor jól működik a száznapos. És hogyha tényleg egy hagyomány részeként csinálod ezt, magyarul ahogy kell, nem pedig így sufni tuningban, akkor vannak előzetes elvonulások, vagy csoportos 90 naposok, de nem egy, nem kettő, vagy pedig rövidebb szóló elvonulások, amivel föl lehet erre készülni. Ugyanis az elvonulás egy kicsit kivesz a társadalomból, azért is hívják elvonulásnak. És hogy kivesz téged, az összes pszichológiai gát, ami a másik oldalról segítség, az megszűnik. Tehát nincs senki, aki azt mondja, hogy most elfogad? Vettél tiszta gatyát? lecserélted a pólóingedet? Ez mind nincs. Enélkül tudsz előre haladni, mert senki nem dumál bele az életedbe. De az sincs, hogyha esetleg elfeledkezel magadról, és tíz napig ugyanabba az alsó neműbe vagy, és kirohadsz, akkor szólna valaki, akkor az rajtad van. Tehát nagyobb szabadság, nagyobb felelősség, nem dumálnak bele, de nem is segítenek. Értjük? Tehát az összes ilyen fogódzó, ami a te oldaladról lehet, ó, segítettél, vagy ó, gátoltál, ez mind ki van húzva. Az összes ilyen külső nagyon elment, mert te kivonultál száz napra. És ami a null pont ilyenkor, hogy nem magadért teszed. Tehát van egy gyönyörű sztori, Szubong zenmester, aki szungszánszonyim első számú tanítványa volt, sajnos korán elment, 93-ban, vagy 94-ben, de én még ültem vele egy egyhetest Szlovákiában 92-ben, elképesztően jó tanító volt, zenmester volt, és kínai, amerikai szülőpártól származott, Szungszánszonyimnak tényleg a legelső számú tanítványa volt, és hát legalább egy ilyen 100 napos csinált, talán többet is, de egyről tudunk. Kalifornia, a sierra és akkor még ilyen telefonfülkék voltak, és olyan helyet talált, ahol a legközelebbi telefonfülke több mint 10 kilométer. És azt azért mindenki tudja meg, hogy vannak szakaszai az elvonulásnak, körülbelül egy ilyen 90-100 naposnál, tehát akár csoportos, akár szóló, az első három hét után van egy karmikus átrendeződés. Ezt nem tudod, hogy micsoda, nem lehet rá fölkészülni, de körülbelül olyan, mint amikor a, a, talaj alatt elkezd mozogni. Egyfajta mini földrengés. Így átrendeződik minden, aztán megáll, és neked meg kell találnod a helyedet ebben az átrendezettségben. És visszafelé ugyanez. Három héttel a vége előtt újabb tektonikus változás belül, és utána tényleg érzed, hogy itt a finish. És Subong Sunim három héttel a vége előtt olyan jól csinálta, ő annyira, de tényleg, és hú, hogy lesétálta azt a több mint 10 kilométert, bedobta az apró pénzt, és felhívta a Sung Rhode Islanden, a kontinens túloldalán, hogy szemmester, szemmester, három hétre vagyok a végétől. És minden gyönyörűen megy. Eddig is úgy ment, és biztos vagyok benne, hogy ezután is így fog menni. A leborulással nincs probléma, a mantrával nincs probléma, az üléssel nincs probléma, az evéssel sincs probléma, az alvással pedig tényleg nincs probléma. Miért fejezzem be én ezt a gyakorlatot? Miért kelljen nekem még ezt a három hetet megcsinálni, miközben tudom, hogy ugyanúgy fog menni, mint az ezt megelőző időszak? És Szungszánsz egy kicsit kivárt, és így fogta, és ezt mondta. For all beings! és levágta a telefont. Top első számú tanítványról van szó, száznapos elvonulás, így légvonalabban olyan 5000 kilométer. Gondoljuk át. Minden lényért. Pont. Miért van erre szükség? Ez nem egy ilyen buddhista tapasz, érted? Nem egy ilyen ideologikus kis kinövés, hanem arról szó, hogy ha te énteleníteni akarod ezt az egészet, nehogy rádégjen a kabát, és te hirtelen meg ez azt jelenti, hogy minden lényért teszed. És hogyha minden lényért teszed, akkor nem tud énesülni. Értjük? Életbiztosítás, mint ahogy mások segítése a te személyes megszabadulásodnak az előfeltétele. Nem tudsz úgy személyesen megszabadulni, hogy másoknak ne segíts. Értsük meg? Másképp nem megy el a karmád. Úgyhogy ennyit a száznaposokról. Nagyon szép nagyon kemény, és fel lehet rá készülni, el lehet végezni, de ilyenkor érdemes a tanítóval konzultálni. Én az egyiknél, az elsőnél, mivel Szunk mester akkor itt volt velünk a Földön, átbeszéltem vele, milyen időrend, mit csinálok, mennyi evés, mennyi leborulás, mennyi mantra, stb. Nagymester rábólintott, elmentem, megcsináltam. És hazajöttem. Kész. Semmi több. És utána pedig megint leborulsz előtte, ő megnéz, és te semmilyen véleményt nem formálsz se magadról, se a világról azután, hogy ezt megtetted. Semmi több. Gyakorlatilag meg kellett találnom a gondolkodásomnak a darabjait, ami mondjuk ilyen kulcsokhoz, meg hátizsákokhoz, meg ilyen világi dolgokhoz újra volt köthető. Semmi több. Ez volt a, a visszailleszkedés. Semmi más és a 2010-esnél pedig már sajnos hat éve nem volt életben. Azt magamnak kellett kidolgozni, de az, az olyan volt, hogy a sert alapján ezt is elég jól lehetett kezelni. Benne a tértsérülést, benne a kórházat, benne a járókeretet, benne azt, hogy ha ezt nem csinálom végig, egy életre az akaratomat áthúztam. Tehát akkor is megcsinálod, ha fáj. Akkor is, ha sérültél. Akkor is, ha nem tudod, hogy lesz vége. És ez az, amitől felnősz. Semmi több. És ez azóta bebizonyosodott, hogy ha akkor ezt nem teszem meg, akkor ebben az életben nem vagyok képes olyan dolgokra, amelyeket meg kell tennem, sőt, azt hiszem, hogy az átlag alatt maradtam volna. Így. Köszönöm. Szívesen. A nagymamám elég idős, és az utóbbi időben észrevettem rajta azt, hogy egészen spirituális dolgokról beszél. Őtől ez nagyon távol áll, mindig is nagyon távol áll. Halál közelében te, mikre vagyunk mi képesek? Igen, tehát hogy az, a, az az érzésem, hogy ő kezdi elhagyni a, a testét, és hogy fél. És a kérdésem az, hogy tudok-e neki valahogyan segíteni? Amíg tényleg kommunikatív és lehet vele beszélni erről, használt ki ezt az átmenetet, mert az a születés és halál átmenetei nagyon erősek, elképesztő tudatvesztéssel járnak. És ezt érezzük. Ezt érezzük. Hogy mitől fél. Ezt kéne egy picikét megkutatni. És hogyha sikerül az illúziót egy picikét oldani, akkor rájön, hogy nincs mitől félni. Ilyenkor sajnos a tételes vallásosság az ez ellen dolgozik. Tehát az abszolútnak kikiáltott fogalmak, mondatok, tanítások, azok bezárják a tudatot, hogy ez csak így lehet, mert nekem ezt így mondták, és én így hittem el. Pont. Tehát amikor nem merünk kérdezni, akkor nem merünk tapasztalni, és a gondolatokat behelyettesítjük a valóság helyére. Amikor abszolút gondolatokat, kijelentéseket helyettesítünk be, az a dogmatizmus. És ahogy az intellektus ezt már nem tudja tartani, mert előregedett, hogy a gondolatok így perdülnek le, mint az a varrás, ahol a fonál már szépen úgy kiszaladt. És szakad a cérna, szakadnak a hitek, szakadnak a meggyőződések, szakad az énség. És az énség mögött van egy mélyebb valóság, amit viszont ő nem tapasztalt, ezért fél tőle. Mindenkinek lebomlik az önképe, ahogy közeledik a halál. Akár betegséggel, akár csak öregséggel. Ezért iszonyú fontos, hogy tudatosak maradjunk az utolsó pillanatig vagy te még azután is. Ha pedig már nem kommunikatív és nem lehet vele erről beszélni, akkor csak légy vele együttérzően. Add meg neki, amire szüksége van, tudván, hogy azt nem tudod megadni, amit akar. És ez az együttérzés, ez a kíséret, ez elviheti a kapuig úgy, hogy minél kevesebb félelme van. Ilyenkor a hétköznapi ember attól fél, hogy egyedül marad. Már egyedül van. Nem egyedül marad, csak most jön rá, hogy ezen a kapun vele együtt senki nem megy át. Még akkor is, hogyha a szomszéd kórházi ágyban haldoklik, akkor sem. Mert a te karmádat te éled. A te halálélményedben senki más nem vesz részt. Csak te, illetve aki vagy, ami vár a túloldalt. Úgyhogy ez kulcskérdés, hogy a tudatát minél tisztábban, erősebben, együttérzően tartani, és amíg lehet kommunikálni erről, addig oldani, akár így párbeszédes formában, azokat a félelmeket, amelyeket még lehet. Jó? Megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, a figyelmet, a közös gyakorlatot, és remélem, hogy a hátralévő időnket is, amely itt csak ez a hétvége, ezen a Földön nem tudjuk, hogy mennyi van. Hasznosan és a tiszta tudat felé törekvéssel töltjük el. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a közös gyakorlatot, és azt, hogy ezzel minden lénynek segítünk, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.